A KSH adatai szerint 2020 első fél évében 50.832 vendéglátóegység működött hazánkban. A vírus okozta válság miatt azonban a számok akár hétről hétre is változhatnak. A rájuk vonatkozó eddig hatályban lévő jogszabályok több szempontból is elavultak. Többek között a termékkör szerinti besorolás nem volt egyértelmű, és nem volt összhangban a hatályos ÁFA törvénnyel. Az új rendszer 2021. január 1-én lépett hatályba. A vendéglátó üzleteknek legkésőbb 2021. március 31-ig kell bejelenteniük az új besorolás szerinti változást az illetékes edzőnek. A Magyar Turisztikai Ügynökség televízió megkeresésére az alábbi levelet küldte. Az eddig hatályban lévő jogszabályok több szempontból is elavultak, a vendéglátás fejlesztéséhez elengedhetetlenné vált a vendéglátóhelyek működését, ellenőrzését és típusát rögzítő jogszabály módosítása. Az újonnan létrejött típusok lehetőséget adnak a specifikus szabályozásra, a külön szabályok létrehozásával csökkenhetnek az egyes vendéglátóhelyek adminisztratív és üzemelésre vonatkozó terhei. Sokkal egyértelműbb lesz a hatóságok elvárása is az üzemeltetőkkel szemben. Az új jogszabály három főbb témakört érint. Az első a már említett módosítások, a vendéglátóipari egységek besorolásával kapcsolatban, a második az utazási irodák reklámcsomagjaira, a harmadik pedig a szép kártya használatra vonatkozik. 634/2020 ez egy nagyon érdekes rendelet egyébként, ugyanis van egy egyes és egy kettes pontja is, amely a tevékenységek végzésének feltételéről szól. Ez, amiről most beszéltünk, ez a 2021-03-31-ig lejelentési kötelezettség, illetve az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen utazási csomagok körüli rendelkezésekről szól, mint például a reklám, hogy itt egyértelműsíteni kell majd a csomagajánlatoknál, az utazási szolgáltatásoknál azokat az árakat, amely a végösszeget tartalmazza, és hogyha ne adj Isten, van olyan, amit nem lehet előre kiszámolni, arra viszont egyértelműen föl kell hívni a figyelmet, tehát semmi megtévesztő reklám nem lehet majd a közeljövőben március 31-től, hogy eddig volt esetleg, mikor 31-től semmiféleképpen nem lehet, és ezt a fogyasztásvédelmi hatóság fogja majd ellenőrizni, illetve van a harmadik pontja ugyanennek a kormányrendeletnek, ez pedig a szépkártyáknak a kibocsátása és a felhasználás szabályait hivatott tovább rendelkezni. Az utazási irodákra vonatkozó előírások betartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrizni is fogja. A rendelet már említett harmadik pontja lehetővé teszi a szépkártyák felhasználását utazási irodákban is, akár belföldi utazásra vagy utazási csomagok vásárlására is.